Appellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az Országgyűlés elnöke a házszabály 90. szakasz 4. bekezdésének a 94. szakasz 2. bekezdésével kiterjesztett jogkörével élve, továbbá az ügyrendi bizottság 36/1998-2002 ÜB számú általános érvényű állásfoglalása alapján Nemény András képviselő úr K/812-es számon benyújtott szóbeli kérdését visszautasította, mivel a feltett kérdés nem tartozik a megkérdezett Rétei Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr feladatkörébe. Tisztelt Országgyűlés! Káli Sándor képviselő úr az MSZP képviselőcsoportjából interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz, hogyan kívánja segíteni a kormány a csaló fészekrakó kilakoltatását címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr válaszol. Káli Sándor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Egy jó szándékú törvény kellemetlen folyamányáról szeretném önöket tájékoztatni. Nem először teszem ezt az Országgyűlésben. Több alkalommal már jeleztük, hogy városunkat egy példátlan csalás sorozat eredményeként egy olyan invázió érte, amivel kapcsolatban minden eszközzel minden megkívánunk tenni. Közös célunk a rend, és éppen ezért tartom rendkívüli fontosságúnak azt, hogy a moratórium újfent megvizsgáltassék. Ugyanis itt most nem azokról az emberekről van szó, akik akarnak, de nem tudnak, nem tudják kötelezettségeiket teljesíteni, hanem olyanokról, akik csalással jutottak tulajdonhoz, és nem is szándékoznak az emberi együttműködést folyamatosan fenntartani. Itt a súlyosabb probléma az az, hogy ma már nem csak egyes emberi sorsokról, egyes lépcsőházak, lakóközösségek személyes sorsáról van szó, hanem komoly pénzügyi problémákról is, hiszen itt arról is van szó, hogy jelentős adósság hegyek halmozódnak fel, amelyeket illető érintettek nem tudnak fizetni, még akkor sem, hogyha szándékaik meglennének. Most itt a szomszédokról beszélek és a lakóközösségekről. Nagy veszélye van annak is, hogy a példa terjedhet. És pedig úgy, hogy azok az emberek is, akik szándékoznának, sokszor erőn felül is teljesíteni kötelezettségeiket, ők is azt mondják, hogy ha az egyiknek nem, akkor nekem miért? Nem hiszem, hogy célunk az, hogy liftek nélküli, működő liftek nélküli lépcsőházakkal, áram- és hőszolgáltatásból kizárt lakóközösségekkel kelljen a következőkben az országnak együtt élni. Én azért kérem a kormányzatot, hogy a moratóriumnak azt a részét, amelyik kifejezetten a csalás sorozattal tulajdonhoz jutott embereknek a problematikáját vizsgálni, egy szakértői bizottsággal sürgősen vizsgáltassa felül, és a törvényt eszerint sürgősséggel módosítsa. Tájékoztatom önöket még, hogy köztársasági elnök urat is tájékoztattam, illetve levélben felkértem egy látogatásra, hogy a helyszínen tájékozódjon a helyzetről. Várom válaszát, miniszter úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Matolcsy György miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. 2005. február 1-én került sor a Gyurcsány kormány fészekrakó programjának a bevezetésére, amiről kezdetben is azt mondtuk, hogy kudarc lesz a vége, és így is lett, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom.
részben a Széchenyi terv otthonteremtési programját lett volna hivatott felváltani, de ezt rosszul tette. 2009-re kiderült, hogy több család, összesen 30 család esetében bűncselekmény, csalás révén jutottak állami támogatáshoz. Ugyanis a program előtakarékosság hiányában rendszeres jövedelemhez kötötte a jogosultságot, itt azonban ez nem volt meg, tehát nem juthattak volna állami támogatáshoz, még a Gyurcsány kormány által bevezetett, egyébként szakmailag kifejezetten rossz program keretében sem. A megyei ügyészség szerint feltehetően magán okirat hamisítás és csalás történt. Vizsgálják a folyósító bankok felelősségét is a csalásban és a magán okirat hamisításban. Valóban így van, ahogy polgármester úr mondja, jogerős bírósági ítélettel lehet kilakoltatni azokat, akik egyébként csalás révén, sőt bűncselekvény révén jutottak állami támogatáshoz és lakáshoz. Én azt gondolom, hogy ez egy rendőrségi és bírósági ügy ezért. Ennek ellenére, hogyha képviselő úr segít minket abba, hogy a tapasztalatai szerint legjobb megoldást kövessük, nem zárkózom el bármilyen jogszabályi módosítástól sem, tegyük ezt, de még egyszer, ez egy rendőrségi, sajnálatos rendőrségi és bírósági ügy. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr! Köszönöm szépen, miniszter úr! Most kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a választ? Tisztelt miniszter úr, dicséretes a szándék. Dicséretes a szándék, de az idő egy kicsit túlszaladt most ezen. Én úgy gondolom, hogy meg lehet találni sok mindenkit, aki itt felelős, de ismerjük azt, hogy a magyar joggyakorlat mennyire időigényes. Itt a nagy probléma az, hogy az embereknek a türelme elfogyott. Itt ma arról van szó, hogy spontán aláírásgyűjtés kezdődött az érintett lakótelepek egy jelentős részén. Tehát azt a szándékot, miszerint vizsgáljuk meg, ezt én elfogadom. Ugyanakkor azt már nem tudom elfogadni, hogy erre sok időnk legyen, hiszen itt emberi sorsok sokaságáról van szó, és sajnos nem csak 30, hanem több száz érintetről, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez az egész umbulda, mint egy 4 milliárdos csalás. Én ezért nem tudom elfogadni az ön válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, mint hallottuk, a képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e a miniszteri választ? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 228 igen szavazattal, 101 nem szavazat és 101 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a miniszteri választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Szávai István, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, elszámoltatható-e az elszámoltató címmel. Szávai István képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr! Bocsánat, elnök úr, más az interpellációm címe. Tessék? Más az interpellációm címe, elnézést. És tudok erről is beszélni, persze, hogyha muszáj, de... Ugorjunk neki még egyszer, azt javasolnám. Ez lehetséges, de elnézést, én hozott anyagból dolgozom. Az én forgatókönyvemben ez van benne, úgyhogy megkövetem önt, amennyiben a forgatókönyv rossz, akkor kérek szépen egy másik forgatókönyvi lapot. Azt nem kapok, viszont megkaptam az ön interpellációját, és akkor tisztelettel felolvasnám, hogy a interpellálandó miniszter az ugyanaz? Nem tudom, kihez nem interpelláltam az előbb. Tehát Szávai István képviselő úr a Jobbik képviselő csoportjából,
interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. Etnobiznisz, avagy identitásválság Magyarországon. Mihez kezd az önmaga a tragikomikus paródiájával váló kisebbségi önkormányzatisággal, a kormány címmel? Kérem szépen újraindítani a... Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. A Jobbik Magyarországért mozgalom, mint az programunkban is világossá tettük, messze menőkig támogatja a hazai nemzetiségeket egyéni és kollektív jogai gyakorlásában, mint ahogy mi is jogosan követeljük történelmi hazánk utódállamainak vezetőitől, hogy biztosítsák a magyar kisebbségek jogait. A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos jóhiszemű hazai jogalkotói szándéka azonban sokan, közöttük is egy viszonylag jól körülhatárolható közösség tagjai módszeresen és rendszeresen visszaélnek. A jogi kiskapukat kihasználva kialakult egy mindenki által jól ismert, ám mégis rendre elkendőzött jelenség az etnobiznisz. Ennek iskola példájaként kiemelnék egy egészen extrém esetet. Szalonna nevű 790 választópolgárral rendelkező kis Borsod megyei faluban idén a cigány mellett lengyel, román és ruszin kisebbségi választásokat is tartanak, hozzátéve egy bejelentkezett 30 szlovén is, de végül náluk nem akadt jelölt. 2002-ben egyébként horvát nemzetiségűek is éltek itt, bár ők azóta eltűntek, persze lehet, hogy mindenki átköltözött Abaúj-Szántóra, mert ott meg 4 évvel ezelőtthöz képest előkerült valahonnan 34 horvát. Felmerül a kérdés, hogy hogyan vallhatja magát egy kisebbségi képviselőjelölt 98-ban cigánynak, 2002-ben horvátnak, 2006-ban megint cigánynak, végül 2010-ben románnak. Mert hogy ugyanazokról a személyekről, nevezetesen Orgona Győzőről, a helyi kisebbségi önkormányzat regnáló elnökéről és kollégájáról, Rusznyák Dezsőről van szó. Azt már csak ki színesként teszem hozzá, hogy nevezettek 2006-ban a Közéleti Roma Nők Egyesületének jelöltjeként indultak. A választás iroda adatai alapján az Orgona család egymaga egész kis helyi olvasztó tégelyként működik. Az említett idén a változatosság kedvére a Budapesti Román Egyesület színeiben ringba szálló Orgona Győző két testvére, Orgona Andrea és Kalocsainé Orgona Edina ugyanis, a Fidesz házi cigány szervezete a Lungodrum támogatásával küzd az egyes identitásukat 4 évente váltogató szalonnai választópolgárok bizalmáért. A szalonnai közszereplők közül ki kell még emelnem Káló Gábort, Káló Barbara a Lungodrum egyik jelöltjének unokatestvérét, aki a Magyar Nemzeti Gárdát bíráló az index.hu internetes portál által készített videófelvételen felháborodásának adott hangot, mondván az árvíz idején a gárdisták cigány származása miatt nem adtak neki az összegyűjtött adományokból. Ez már csak azért is érdekes, mivel Káló Gábor idén már a helyi ruszinság kultúráját kívánja felvirágoztatni, és hogy még fokozzam a fokozhatatlant, ezzel párhuzamosan a települési választáson is megméretteti magát, méghozzá lehet más a politika színeiben. Önöknek egyébként már volt egy jelöltjük, őt kizárták annak idén bizonyára ebben az esetben, és így fognak majd eljárni. A fenti példa tanulságából kiindulva kérdezem a tisztelt miniszter urat, követnie kívánja-e a kormány az elmúlt évtizedek gyakorlatát azzal, hogy továbbra sem vesz tudomást a kisebbségi önkormányzati választásokon történő súlyos visszaélésekről, amennyiben nem, hogyan, milyen eszközökkel kívánja megakadályozni a tényleges nemzeti kisebbségeket is hátrányosan érintő, jó részt cigányok által űzött országos méretű etnobizniszt. Kíván-e a kormány érdemben tájékozódni az országos kisebbségi önkormányzatoknál, akik már több alkalommal konkrét esetekben is jelezték, az adott nemzetiséghez a valóságban nem kötődő személyek és csoportok kerültek be a kisebbségi önkormányzatokba. Végül legitimnek, ezáltal támogatandónak tartja a kormány az országos kisebbségi önkormányzatok által el nem ismert helyi kisebbségi önkormányzatokat. Várom megtisztelő válaszát, köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, és még egyszer elnézését kérem a kis probléma miatt. Most pedig a válaszadásra megadom a szót Szabó Erika államtitkárasszonynak. Parancsoljon, államtitkárasszony! Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Az ön által felvázolt helyzet valóban az egyik legégetőbb problémája a kisebbségi önkormányzatiságnak. Nem csupán lehetőséget, hanem cselekvési kötelezettséget is teremt a mindenkori kormány részére minden olyan visszásság, amely a kisebbségi önkormányzati képviselettel való visszaélésre ad alkalmat. Én azonban tartózkodnék az egyes konkrét esetek részletes elemzésétől, sokkal inkább a feltett kérdéseire adok választ. A kormány tisztán látja és megoldást fog adni az egyes esetekből kirajzolódó általános jellegű problémára, melyet a köznyelvben etnobiznisznek nevezünk. A már megindult kisebbségi választási eljárási folyamat azonban nem teszi lehetővé időközben az eljárási törvény vagy a kisebbségi választási törvény módosítását, viszont a kormány